látjuk, hogy ezt a sötétet, ez a két csigolya közötti port. A képalkotó diagnosztikával, a röntgenfelvételek kielemzésével, a csecsemő gondozók munkájával ismerkedtek meg a Tolnai Makász táborának résztvevői az egyik napon. Tetszett a biciklizés is nagyon, meg amikor beülettünk a tűzoltóautóba, meg én alig várom, hogy már elkezdjük ezt a babafürdetést, meg ilyenek, mert nagyon szépek voltak a kis játékbabák is. A felső tagozatos gyerekek nyitottnak mutatkoztak az egészségügyi szakmák iránt. Különösen a különböző betegségek felismerése keltette fel az érdeklődésüket, mondta el Straubingerné Vince Ildikó, a Tolna megyei Balassa János Kórház röntgenosztályának vezető asszisztense. Lehetősége lesz a gyerekeknek gyakorlatban is néhány feladatba belekóstolni, így például az ápolás, a kisded gondozás, illetve a képalkotó diagnosztika területekbe egy kicsit tájékozódni. Két tucat gyerek vett részt a tábor harmadik turnusán. A foglalkozások célja az volt, hogy a felső tagozatos diákok gyakorlati ismeretet szerezhessenek a különböző szakmákról, mondta a tábor vezetője. Megpróbáltunk igen mozgalmas programokkal lekötni a gyerekeket. A hétfői napot egy lovas tanyán, a Zsebi lovas udvarban töltöttük, ott ismerkedtek meg az állattartásnak a technikáival a gyerekek. Aztán a délután folyamán kulcstartót és hűtőmágnes szerkesztettünk, így a logó szerkesztésbe kapcsolódtak be a gyerekek. Aztán utána a cukrászatot próbálhatták ki. 134 megbetegedést. A tolnai táborozók ellátogattak a Tolnatáj Televízió szerkesztőségébe is, ahol a hírműsorok gyártásában nyerhettek betekintést, de a hét során a vendéglátás turizmusról, a szórakoztatóiparról, az atomerőmű működéséről is többet tudhattak meg a pályaválasztás előtt álló gyerekek.